A maszk használata kötelező. Erre hívja fel a figyelmet a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár bejáratánál kihelyezett tábla. A koronavírus okozta leállás utáni újraindulás más szabályok betartását is megköveteli a könyvek szerelmeseitől. Ilyen például a másfél méteres védőtávolság megtartása és a kézfertőtlenítő használata. Erre több helyen is automata kézfertőtlenítőket helyeztek el, amelyeket használnak is az olvasók. Fontos tudni, hogy még nem minden szolgáltatás érhető el a könyvtárban. A beiratkozás, kölcsönzés, az előre egyeztetett könyvek és dokumentumok át- és visszavétele már lehetséges, a helyben internetezés azonban még nem. A korlátozások ellenére mindenki örült a nyitásnak. A tegnapi nap folyamán 1 óra és 18 óra között 146 olvasó látogatta meg a könyvtárunkat. Összesen 546 kölcsönzött dokumentumot vittek magukkal, és 1311 darabot hoztak vissza. Úgyhogy az olvasók nagyon várták, hiszen 3 hónapja zárva voltunk. Minden fórumon kerestek minket, mikor nyitunk meg. Így a tegnapi nap egy ünnepnap mindenki számára, hogy kinyithattunk. Bízunk benne, hogy könyvtári programokat is hamarosan tudunk szervezni. Úgy gondoljuk, hogy nyáron már nem zárunk be, és az elmaradt programokat az online térbe vittük, és amit tervezünk, legkésőbb szeptembertől ugye meg tudjuk valósítani. Ilyen például a hagyományos országos könyvtári napok programja. Ehhez azonban még várni kell a hivatalos engedélyre, ami biztos, hogy szeptember végéig tart az internet fiesta a Kultúrkuckóban.